Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Még várják a felajánlásokat a szervezők az adventi civil bőrzén. Az idei évben egy vármegyei és két kárpátaljai magyar közösség, illetve intézmény kap karácsonyi adománycsomagokat. Erről is szó lesz ma, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Elkészült tervek, folyamatban a nyírség vízpótlási projektje. Téli esítés, érdemes szigetelni a vízmérő aknákat. Fejlesztések Ramocsa házán, bölcsődét és orvosi rendelőt is építettek. Adománygyűjtés, még egy hétig tart az adventi civil bőrze. Kormányzati és uniós támogatással elkészült a komplex vízgazdálkodási terv a nyírség vízpótlásának megoldására. A klímaváltozás, a túlhasználat, valamint a folyómedrek süllyedése miatt folyamatos problémát okoz a szárazság a térségben. Az elképzelések szerint úgy oldanák meg a vízpótlást, hogy a visszatartott vizet az önkormányzatok és az agrárium is használni tudja. A részletes tervekről a vízügy szakemberei konferencián számoltak be a Vármegyeházán. Jelentős károkat okozott a kukoricatermésben is az aszályos időjárás tavaly nyáron. A vármegye, de talán az ország egyik legszárazabb területe a nyírség. A magyar kormány KEHOP pályázati forrás biztosított a térség területén belül az északnyírség sajátosságaihoz illeszkedő vízgazdálkodási projekt munkálataira. A program célja a nyírség területének sajátosságaihoz illeszkedő vízgazdálkodási, illetve tájhasználati beavatkozási módszerek kialakítása, a gazdálkodási feltételek és az ökológiai állapot javítása. Láttuk a vízügyi modelleket, amivel dolgoznak a szakmabéliek, láttuk, hogy a hidakat, a hidak tervezésénél is hogyan veszik ezeket a matematikai és egyéb számítógépes technikai modelleket figyelembe, de nyilván a terep azt a próbálja ezeknek a terveknek. És amit én ott láttam, talán még, de nem akarok ebbe nyilván belemenni, de tovább is tudjuk fejleszteni ezeket az elképzeléseket, amik azt a célt szolgálják, hogy az északnyírség vízválasztójára távlatosan vagy több ütemben vizet juttatva, hogyan tudjuk újra élettel megteremteni azt a csatornákat, természetes és 19. század végén keletkezett mesterséges vízfolyásokat is, amivel élettel tudjuk megtölteni ezt a térséget, és élhetővé tesszük, akár a mezőgazdasági, az agrárgazdaság számára is élhetővé tesszük, de ez egy, a mostani terminológiánkban ez egy másodlagos haszon, de a projektnek a sikerét az fogja okozni talán, hogy sikerült a tervezést is úgy végezni, hogy ez összhangban van az éghajlatváltozással, és itt jön bele a megyei önkormányzat egy picit, amellett, hogy persze fontos, hogy hogyan élnek itt az emberek, milyen jövedelmet találnak, milyen élhető környezetet a következő évtizedekben, sőt talán évszázadban is, hogy a bármegyei önkormányzatnak mindegyiknek kellett klíma adaptációs tervet készíteni, ezt aktuálisan felül kell vizsgálnunk, és ez a projekt meggyőződésem szerint egy klíma adaptációs projekt végső célkitűzését tekintve. A szakembereket tájékoztatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója Láng István is. Általános probléma Magyarországon a vízhiány, a potenciális vízkészletek csökkenése, és ez kiemelten érvényes itt a nyírségben, hiszen már ma a nyírség vízpótlásáról lesz szó. Nem csak a hátság tekintetében, hanem a Tisza folyó mellett is problémát jelent az, hogy jelenleg nem elérhetők a vízkészletek, egyrészt a klímaváltozás miatt, egyrészt a túlhasználat miatt, tehát nagyon sok vizet használunk, és harmadrészt a folyómedrek süllyedése miatt, és ezeket orvosolni kell, nem csak itt a nyírségben, hanem sajnos egész Magyarországon gyakorlatilag. Hogyan lehet megoldani ezeket a problémákat? Milyen tervek vannak erre? Azokon a helyeken, a hátságokon, itt a nyírségben, a Hajdúhátságon, a Homokhátságon, ott nyilván a folyók vizet nem tudjuk másképp odavinni, mint hogy szivattyúval felemeljük egy magasabb szintre, és úgy próbáljuk pótolni. A folyók mentén pedig el kell gondolkozni a vízszintemelésen, hiszen régen magasabb vízszinttel folytak le a folyók, csak a mederrózió miatt ma sokkal mélyebben folynak, itt a nyírségben olyan 2-3 méterre mélyebben, és emiatt oldali irányba nem tudnak kilépni úgy, mint régen a nagyobb vizek esetén, hanem bennmaradnak a mederbe, és nem tudják ezáltal pótolni a talajvizet.
A terveket készítő cég ügyvezetője, Gacsály József tájékoztatójában elmondta. A fejlesztési tervek elkészültek. Azok megvalósításához a vízgazdálkodási ágazat, az önkormányzatok, az agrárium és a természetvédelmi civil szervezetek összefogására van szükség. Azt láthatjuk, hogy a vízkészlet gazdálkodási oldalon nagyon nagy a probléma országos szinten, és ebben a nyírség sajnos a probléma vonatkozásában élen jár. Tehát mindenképpen a tovább lépés érdekében egy nagyon komoly összefogásra van szükségünk, és ezt a problémát most már az ágazat vízgazdálkodási oldalon állóan nem tudja kezelni. Ehhez kellenek az önkormányzatok, kezdenek az agráriumok, kellenek a természetvédelmi civil szervezetek, és most azt szeretnénk itt most tájékoztani, hogy felhívni nyomatékosan a figyelmet, hogy az, hogy ez a műszaki tervek elkészültek, de ez a negatív tendenciát meg tudjuk változtatni, a következő lépés már közösen kell megtennünk. Újra gondolásra van szükségünk a meglévő vízgazdálkodási rendszerek vonatkozásában. Tehát nem elegendő, hogy mi most megtalálunk olyan megoldásokat, ahol a meglévő rendszereket vízpótolni tudjuk, hanem ott azokkal a vizeket helyben gazdálkodni kell tudni, tehát meg kell tartani, és ehhez terület kell. Maga az ágazatnak terület nem áll rendelkezésére, mert vannak a csatornák korlátozott lehatárolással, de vannak a mezőgazdasági terület, vannak a gazdálkodók, vannak az önkormányzatok, vannak természetvédelmi területek, ahol egy tájhasználatváltással ezeket a felhasznált vízkészleteket ki tudjuk vinni a területre, és megpróbáljuk ezeket a negatív folyamatokat visszafordítani, hogy a természet utána már tudja a dolgát. A konferencián elhangzott. A nyírség vízpótlás terve gyakorlatilag készen van. A közeljövőben a folyókra vonatkozó tervek készítése történik. A projekt keretében előkészített fejlesztések hozzájárulnak a vízhiányos területek vízháztartásának javításához, elsősorban a vízvisszatartás eszközeivel, illetve a visszatartott vizek hasznosítását segítő, több régiót érintő vízpótló és elosztó rendszerek rekonstrukciójával és kiépítésével. Vízgazdálkodás után ivóvízszolgáltatás. Stabil évet tudhat magáénak a 91 települést lefedő Nyírségvíz ZRT. Idén jelentősen több csapadék hullott, mint 2022-ben, így itt a Vármegyében is csökkent a lakossági vízigény. Az elmúlt egy év érdekességeiről, a társaság fejlesztéseiről, illetve téli aktualitásokról kérdezem most Könnyű Zsoltot, a Nyírségvíz ZRT megbízott vezérigazgatóját. Jó estét kívánok, köszönöm. Jó estét kívánok, köszöntöm én is önt is, és a nézőket, és köszönöm, hogy meghívtak ebben a műsorban. 2022 azért eléggé húzós év volt a Nyírségvíz számára, olyan asszályt éltünk, amit nagyon régen. Mekkora megterhelés volt ez a társaságnak, és az idei év az mennyiben volt más? Igen, 2022 egy nagyon nehéz év volt, de 2023 is hasonló nehézséggel kezdődött, hiszen 2023-ban már a magas energiaárak, az infláció olyan követelményeket támasztott a Nyírségvíz elé, amit nagyon nehéz volt kivédeni, de azt gondolom, hogy sikeres évet zártunk, bár nagyon nehéz év volt, hiszen az alapvető célunkat tudtuk teljesíteni. A lakosoknak, a vállalkozásoknak, közületeknek biztosítottuk az egészséges ivóvizet, elvezettük a szennyvizet, megfelelő módon tisztítottuk, juttattuk vissza a természetbe. Mindezt úgy, hogy nem volt komolyabb áremelés, vagy díjemelés. Mindezt úgy, hogy egyáltalán nem volt áremelés. Ha már itt szóba hozta a szerkesztőasszony, 2011-ben volt utoljára díj meghatározva, és gondolják el, hogy 2011 óta változatlan díjak mellett 2022-ben ugye az infláció, illetve a háborús környezet, az energiárobbanás olyan veszélyeket hordozott magában, hogy a Nyírségvíz ZRT-nek nagyon oda kellett figyelni, hogy ezt a közszolgáltatást biztosítani tudja, de 2022-t is, ahogy említette, illetve 2023-at is eredményesen zártuk. Mennyivel volt magasabb a vízigény 2022-ben, mint most 2023-ban? Magasabb volt 2022-ben, és ez meglátszik a 23-as értékesítésünkben is, hogy nyári időszak az csapadékos volt. Körülbelül egy olyan 16 millió köbméter ivóvizet terveztünk eladni, 15 millió köbméter szennyvizet tisztítunk meg ebből kifolyólag. Csökkent az értékesített mennyiség, csökkent a bevételünk, és olyan 2-300 millió forintra tehető éves viszonylatban ez az összeg.
egészséges ivóvízről beszélt az imént. Mennyiben, mennyire egészséges itt ebben a megyében, illetve ezen a 91 településen? Abszolút egészséges. Sok helyen arzénszennyezésről lehet hallani. Sok helyen lehet erről hallani, de több éve tart már az vízminőségjavító projekt, programok voltak, amelyeknek a eredőjeként a felhasználók, a lakosok pozitív visszajelzést adtak, tehát ezek a fejlesztések eredményesek voltak, és kifelé megyünk már ebből. Idén két településen volt fejlesztés a térségben, Rakamasz térségében, illetve Demecserben lesz, ami még folytatódik a jövő évben. Ezeket mindenképpen mi szeretnénk, hogyha végbe mennének. Mi, mint üzemeltetők, azon vagyunk, hogy minél jobb, minél biztonságosabb módon tudjuk az ivóvizet eljuttatni és felhasználásra átadni a fogyasztók számára. Milyen forrásokból tudnak fejleszteni ilyen gazdasági feltételek mellett, amiről az előbb beszélt? Igen, nagyon nehéz most a forrásokról beszélni, hiszen ugye kétfelé kell bontani a működéssel kapcsolatos forrásokat, amelyek, mint említettem, hogy nincs megfelelően a szolgáltatás díja rendezve, tehát 12-13 éve változatlan díjakon vannak. Persze ez kihat a fejlesztési forrásokra is, mert normál esetben a beszedett díjaknak van egy pótlási, felújítási fedezete, és ezt kell ráfordítani a rendszerek működtetéséhez kapcsolódóan. Pótlásra, felújításra fordítjuk. Nagyon kevés forrás áll rendelkezésre, de mi az önkormányzatokkal, mivel nyírségvízi önkormányzati tulajdonban van és marad is, olyan megállapodást kötöttünk, hogy ezeket a forrásokat, amiket beszedünk, vagy részben be tudunk szedni a felhasználóktól, azokat nem adjuk át az ellátásért felelős önkormányzatoknak, övék a forrás, de mi műszaki tartalom szerint meghatározzuk a prioritásokat, és arra törekszünk, hogy a statisztikákból, a tapasztalatból olyan pótlási, felújítási feladatokat végezzünk el, ami feltétlenül indokolt. Ami indokolt volt, azt mi meg tudtuk valósítani. Pályázati források? Kevés pályázati forrás van, nyilván ezekkel tudunk élni. Energiahatékonysági pályázatok voltak, például okos szivattyút vásároltunk pályázati forrásból, amelyeknek az a jellemzője, hogy kevésbé dugulnak el, tehát ezeket a folyamatokat jobban lehet egy ilyen okos szivattyúval biztosítani az átemelés során, de más esetben is napelemekre pályáztunk, tehát ezek a források, ha rendelkezésre állnak, akkor mi ezeknek a megszerzésében partnerek vagyunk, akár konzorciumban az önkormányzatokkal, hiszen a vagyon tulajdona az övék, mi üzemeltetők vagyunk. Milyen állapotban van mondjuk a megyeszékhelyen elsősorban az ivóvíz hálózat? Kell-e attól tartanunk, amit időnként más városokban látunk, hogy az út egyszer csak beszakad egy autó alatt? Nem kell attól tartani, én azt gondolom, tehát nyilván lehetnek hibák, ezeket villámgyorsan igyekszünk elhárítani, tehát felkészültek vagyunk ebben a tekintetben, de hogy említettem, hogy a tudatos pótlás, felújítási munkák és források biztosítása eredményeként nagy biztonsággal üzemeltetjük ezeket a hálózatokat. Természetesen hiányoznak nagyon-nagyon nagy források ahhoz, hogy ezeket bizonyos időszakonként, hiszen az eszközök élettartama más-más. Egy vezetéknek 50-70-80 év élettartama, lehet egy szivattyúnak, amit már említettem, akár búvárszivattyú, akár szennyvízátermelő szivattyú, 7-8-10 éves élettartama van, tehát abban az esetben, amikor ezeknek a végére érnek, azt megelőzően kell ezeket kicserélni, felújítani, pótolni. Tehát azt mondom összességében, hogy a rendszereink jó karban vannak tartva, de nagyon sok forrás hiányzik, hogy ezeket a későbbiekben is tudjuk üzemeltetni. Mi a jövő? Látszik-e, hogy miből tudják majd ezeket a forrásokat előteremteni? Magyarul kell-e számítanunk díjemelésre? Én bízom benne, hogy lesz díjemelés, hiszen ezt végtelenségig nem lehet, hogy 2011 óta nincs díjemelés, ezekből nem lehet hosszú távon rendszereket fenntartani, sem a működés, sem a pótlási, felújítási forrásokat nem lehet biztosítani. Tudomásunk szerint 2024-től változnak majd a díjak. A vízi közműszolgáltatásról szóló törvény nemrégiben jelent meg, annak a módosítása pontosabban, amely lehetőséget biztosít a miniszter számára, hiszen ezek nem a cégtől függő események, hogy díjat megállapítsanak. Országosan egységes díj lesz a nem lakossági szegmensben, tehát ez azt jelenti, hogy az intézményeknek, közületeknek, vállalkozásoknak vélhetően 2024-ben magasabb díjon fogunk tudni szolgáltatni, ami arra mindenképpen
szükséges, hogy megfelelő biztonsággal tudjunk működni, és az eszközöket is tudjuk pótolni, ami elengedhetetlen a vízi közműszolgáltatás fenntartásához. Amire viszont a lakosságnak is oda kell figyelni, az most aktuálisan a fagytalanítás, igen, a fagymentesítés, annál is inkább, mert hogy ezek a költségek bizony a fogyasztót terhelik. Bizony, az már a fogyasztó felelőssége, hogyha nem gondoskodik előképpen a vízmérőknek a téliesítéséről. Akkor is, ha a közterületen van a vízmérő, tehát hogyha a járdán van mondjuk a kerítésen kívül vízmérő? Nem, tehát ezek a vízmérők nyilván, ami a átadási pont így van telken belül, tehát meghatározó jogszabály, hogy mikortól a felhasználónak a felelőssége. Nagyon fontos felhívni a figyelmet, nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy megfelelő módon kell szigetelni, tehát lehetőleg ezekkel a niketszelekkel kell a vízmérő aknát leszigetelni, hogy a fagy ne okozzon kárt a vízmérőben, hiszen a fagy hatására a víz ugye megduzzad, és el tudja törni a vízmérőt, akár még a vezetéket is, és kifejezetten szeretném felhívni a figyelmet azokra a mérőkre is, amik locsolási mérők, tehát az emberek úgy vannak vele, hogy hát azt nyáron használjuk tavasztól őszig, de ezekben is, ha víz marad télére, akkor ezek is szétfagynak, és sajnos ezek is többletköltséggel járnak. Vezérigazgató úr, köszönjük, hogy befáradt hozzánk, és mindezekről beszélt nekünk. Köszönöm, hogy meghívtak. Volt mit ünnepelni a hétvégén Ramocsa házán. A kis településen rövid időn belül 3 fejlesztés készült el, amelyet néhány napja adtak át. Európai Uniós forrásból bölcsődét építettek a községben, a Magyar Falu program támogatásából pedig egy több funkciós orvosi rendelő épületet alakítottak ki. Emellett szintén hazai forrásból a Kossuth utca belvízelvezetését is megoldották. Pöttömkert bölcsőde, ezt a nevet kapta a most felépített intézmény Ramocsa házán. A bölcsődei helyekre is folyamatosan érkeznek a jelentkezések, és bizakodóak a tekintetben, hogy a bölcsődei gondozás is maximális kihasználtsággal 2 csoporttal fog majd elindulni. Ez pedig az egészségház, amely egy 300 négyzetméteres több célú orvosi rendelő. Az egészségházban védőnői szolgálat, gyógyszertár, illetve házi és gyermekorvosi rendelés kap majd helyet. Az egészségház az, és most szerintem mindenki meg fog döbbenni, 77 millió forint nettóból épült fel egy 300 négyzetméteres, 3 típusos rendelővel rendelkező komplexum, amely a mai időkben szerintem egy komoly csoda számba menő, ha már itt adventról beszéltünk. A mini bölcsődénk, amely 2 csoportos mini bölcsödeként fog funkcionálni, az nettó 86 millió forintból. Ehhez még mindenki egészítővel együtt a projekt összköltsége 151 millió forint volt, de ebbe például van egy elektromos kisbusz, amely az ország első elektromos kisbusza volt, amivel tudjuk esetlegesen szállítani a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó községekből a gyerekeket. A csapadékvízelvezető, amely Magyar Falu programból épült, illetve az orvosi rendelő is, az pedig közel 32 millió forint nettóból épült fel, amelyhez mi itt Ramocsa házán egyéb innovatív fejlesztéssel hozzá tudtunk járulni. Próbáltunk egy térvilágítással kedveskedni a lakóknak, illetve emelni a fő utca fényét ezzel. Ami még nagyon fontos számunkra, hogy mi itt a jövőben gondolkodván próbálunk új 21. századi megoldásokkal működtetni olyan intézményeket, amelynek a működtetése egyre nehezebbé válik az önkormányzatok számára. Ezért például a mögöttem lévő orvosi rendelőt innen 150 méterrel lévő távhőközpontunkból fűtjük. Az önkormányzat több más közelben lévő épületeivel, mint az önkormányzati hivatal, a közösségi ház, a gyümölcslé üzemünk. Úgyhogy ezt szeretnénk bővíteni majd a bölcsőde irányába, ezért terveztük azt, hogy egy központba fog minden olyan szolgáltatás megjelenni, amelyet a település lakói örömmel fognak használni. Az eseményen részt vett Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés alelnöke, aki elmondta, a falvakban is szükség van a komplex fejlesztésekre. Nekünk a feladatunk az, és úgy gondolom, hogy a településvezetők is akkor gondolkoznak jó, hogyha ezeket a közszolgáltatásokat valóban fejleszteni akarják, és minél magasabb színvonalon akarják biztosítani ezt a lakosságnak, hiszen azért a vármegyének is az a célja, hogy olyan
lehető települések jöjjenek létre a falvakban is, olyan lehetőségek legyenek, amely mindenki számára egyenlő lehetőséget biztosít arra, hogy ezeket a közszolgáltatásokat elérje. Sesták Miklós a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy látványos és kemény munkával elért fejlődésen ment át a település az utóbbi években. Azt gondolom, és azt látom, és azt érzem, hogy nem csak település központja lett Ramocsaházának, hanem jó gazdája is. Hiszen nézzék meg, kedves ramocsaháziak, hogy ha kinézünk a határba, szürkeség van, köd van, a Jóisten adott nekünk most egy kis időt, hogy nem esik az eső, ezért köszönjük a zöld sátrakat, de hál' Istennek nincs rá szükségünk. De ha bejönnek Ramocsaházára, figyeljék meg, visszajöttek Ramocsaházára a színek. Milyen szép a templom, a városháza, ez a két új épület. És azt gondolom, hogy egy településvezetőnek, egy közösségnek pont ez a lényeg. Vissza kell hozni a településre a színeket. És ezt most értsék átvitt értelembe is. Kellenek közösségek, kellenek rendezvények, kellenek adventi forgatagok. Azt is megtudtam, hogy már a negyedik kezdődik a mai nap. És csak ismételni tudom magam, hogy polgármester úr, így kell ezt csinálni. Az intézmények engedélyezési eljárásainak befejeztével a lakosok használatba vehetik az átadott intézményeket, és megkezdődik a bölcsődei helyek feltöltése is. Még egy hétig, jövő hét szerdáig várják a pénzbeni és tárgyi felajánlásokat az adventi civil bőrzén. Az idén a karácsonyi adománygyűjtés a háború árnyékában címet viselő akció során egy vármegyei és két kárpátaljai magyar közösséget, illetve intézményt támogatnak. A részletekről Kis Andrással, a Hieroteusz Egyesület főtitkárával beszélgetett Iván Aurél. Vendégünk tehát Kis András, a Hieroteusz Egyesület főtitkára. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye egy hétig lehet még felajánlani az adventi civil bőrzére tárgyi és pénzbeni adományokat. Jellemzően milyen jellegű adományokat kezdtek eddig az Egyesülethez? Szép napot kívánok én is, és köszöntöm a Kölcsei TV nézőit, és így az év vége felé közeledve advent időszakában engedje meg, hogy először is áldott adventet, és azt követően pedig áldott békés karácsonyt, és sikerekben, örömökben, szeretteinkben teljes új esztendőt kívánjak a Kölcsei TV minden nézőjének. Azt gondolom, hogy lehet, hogy még egy-két híradós anyagban találkoznak velem, de ilyen környezetben idén most találkozunk utoljára, és az advent időszakában vagyunk, és egy adventi eseményről beszélünk, a várakozás időszakában, ami a keresztény világ második legnagyobb ünnepére, Jézus Krisztus születésére emlékezünk, de nagyon sokak számára, hiszen valahol a Istenember születése az a szeretethez, az Isten és ember közötti szeretethez is kapcsolódik, és nagyon sokan ezt a szeretet ünnepéként, a szeretet kifejeződéseként élik meg. És nagyon sok olyan embertársunk van, aki rászorul a szeretetre. Saját családunkban is mindannyian rászorulunk a másik szeretetére, és azt olyan könnyű adni. De vannak olyan embertársainknak, akiknek nem olyan könnyű, akiket nem látunk meg nap, mint nap. Március 12-én vagy június 6-án nem olyan egyszerű meglátni a mellettünk lévőt. De ilyenkor az ünnep közelettével kicsit egyszerűbb, kicsit kézenfekvő, és mindenki ilyenkor jótékonykodik, mindenki ilyenkor gyűjt. És valahogy az emberek is szívesebben nyílnak meg ilyenkor. És a Hieroteusz Egyesület, az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetséggel minden évben gyűjt valamilyen célra. De szeretném megköszönni mindenkinek minden nemes felajánlást, legyen az vállalkozás, legyen az civil szervezet, legyen az önkormányzat, legyen az 2 kiló fa, vagy 5 kiló fa egy tüzelőnek, egy szegény sorsú családnak. Tehát szeretném felhívni az önkéntesség, a nehéz sorsú családokért való felelősségre, és az ennek való fontosságára a figyelmet, hiszen ez a legfontosabb, hogy a körülöttünk lévőt észrevegyük, gyűjtésen kívül is. Szerintem legalább olyan fontos az, hogy bekopogjunk a szomszédhoz, vagy a kollégához legyen 2 jó szónk egy ilyen időszakban, mint az, hogy valamilyen nagy célra. De egy nagy közösség
egy országos közösség, egy vármegyei szintű közösségnek feladata az, hogy a kis helyi apró pillanatok, apró örömök mellett megtalálja a nagy célban is az örömöt, a jót. És ezért jelen helyzetben három célban próbálunk segíteni. Ez a három cél, amire idei segítség nyújtó akciónk irányul, ez egyrészt a Várdos Lajos Görögkatolikus Általános Iskola megsegítése. Most már be tudom örömmel jelenteni, 10 darab laptopot fogunk tudni ennek az iskolának a rendelkezésére bocsájtani, és azt kívánom, azt kérem, hogy használják olyan jó szívvel, ahogy az adományozó cégek, civil szervezetek ezt adják, ezt a informatikai eszköz adományt. Covid-os helyzet különösen is felhívta az online oktatásra a figyelmet, és azt gondolom, hogy ezzel a segítséggel azoknak a fiataloknak, hogy ott tanulnak ebben az iskolában, most ez a legnagyobb hiátus, hogy megfelelő informatikai eszközparkkal rendelkezzenek, és ez egy segítségnyújtó szándékkal lett most kiegészítve. És ezt nagyon szépen köszönöm azoknak a vállalkozóknak, civil szervezeteknek, akik ennek ezt az adományt összeadták. A másik két közösség, a Szent Márton Karitász Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány és a Munkácsi Egyházmegye Beregszászi Esperesi Kerülete Magyar Fiataljai. Nekik Mikulás csomagot és a mindennapokhoz szükséges ruhát, élelmiszert, itt most tartós élelmiszerre gondolok, egyéb karitatív adományt fogunk vinni. És én nagy dolognak és nagy örömnek tartom, hogy ezt az adományt sikerült összerakni, és nagyon köszönöm azoknak a fiataloknak, idősebbeknek, civil szervezeteknek, akik jó szívvel édességet, Mikulás csomagot ajánlottak fel erre a célra. Ez egy jó cél, és ez egy jó ügy. És ezzel a jó szándékkal, ezzel a jó ügy jelleggel visszük ezt számukra. Mi a tapasztalat, hogy ha nehezebb időszak van, és most azért nem könnyű időszak van Magyarországon sem, annak ellenére, hogy nincs háború, azért a hatását érezzük. Ilyenkor kevesebb adományban, vagy éppen hogy több? Mennyire érezzük azt, hogy a család fontossága az meghatározó a bajban? Amellett, hogy egy civil szervezetet vezetek, munkáltató is vagyok. Én azt gondolom, hogy minden munkáltatónak, minden jó szándékú embernek ott kell állni egy ilyen helyzetben a saját munkavállalói mellett is, és a környezetében lévő emberek mellett is. Tehát ezért mondtam, hogy legalább olyan jelentős az, amit egyes embertől emberig teszünk. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos és jelzésértékű, hogy idén a bérmegállapodás már decemberben megszületett, és ez a munkáltatók részéről is látszik, hogy mindenki felelősséget visel a másikért. Ezt én egy nagyon fontos dolognak gondolom, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum december 1-től nőtt. Ez példátlan, és mutatja, hogy mindenki az ünnep közelségével ezt fontosnak érzi, fontosnak tartja. A másik, amit szeretnék kiemelni, hogy pont ezért egy vármegyebeli cél, egy intézmény és egy kárpátaljai közösség. A kárpátaljai közösség azért, mert szomszédosok vagyunk Kárpátaljával, és nekünk nem csak most fontos Kárpátalja, az itt élő embereket, barátságok, családi szálak 10, 20, 30, 40 éve kötik össze, és a Kárpátalján a Szent Márton Karitász Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítványnak a Volosin utcai gyermekotthonát, ahol a legrászorultabbak élnek, támogatjuk, ahol tényleg olyan hátrányos helyzetű gyermekek kapnak mindennapi segítséget, fedelet a fejük felé, akiknek az élet sorsával nagyon sokan bele se tudunk gondolni. Tehát találkoztam velünk, láttam őket, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon kevés olyan hátrányos sors van itt, és szinte el se tudjuk képzelni, amilyen sorsból ők jönnek. És én azt gondolom, hogy példaértékű, amit ez az alapítvány, ez a Karitász tesz ott Munkácson, és tényleg ilyenkor a leghátrányosabbak, a legelesettebb helyzetűek mellett ott kell állni. Akár itt a Vármegyében megtalálni ezeket az embereket, és megtalálni máshol is ez az ilyen jellegű segítségnyújtást. Én ezt nagyon fontosnak tartom, és engedjék meg, hogyha már az önkéntességről, a családok melletti kiállásról, egymás segítéséről, egymás szeretetéről, az adventről beszélnem, egy akciónkra még felhívjam a figyelmet.
Ezeket az adományokat egyébként karácsonyig eljuttatjuk mind Kárpátaljára, mind az említett iskolába. Ez pedig az, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében mi díjazzuk idén is a megyei családokért, a vármegyei családokért díjjal, és az év vármegyei önkéntes díjjal 3-3 szereplőt. Olyan embereket, mint például Erdélyi Tatjánát, aki önkéntesként a háborús helyzetben Kisvárdáról kiindulva nagyon sok adományt juttatott Kárpátaljára, és nagyon sok embernek segített itt az egészségügytől az oktatásig adományokkal is, és azzal, hogy jó szóval, befogadással nagyon sok menekült, akár legyen az magyar, akár ukrán származású, nagyon sok jót köszönhet ennek a hölgynek, ez egy doktornő Kisvárdán. Vagy idősebb Lőrinc Péter, aki önkéntesként évtizedek óta Mária Pucsa az odajövőket, mint polgárőr segíti önzetlenül, egy készfogással azzal, hogy megmutatja, hogy hol tudnak parkolni, hol tudnak elmenni az odaérkező zarándokok, mit, hol tudnak tenni. A polgárőrök nagyon komoly munkát végeznek minden nap. Egy olyan kis településen, ahol laknak 2000-en, és érkezik oda több százezer, sőt milliós nagyságú embertömeg, zarándokok, és minden nap jó szóval állnak hozzájuk. Vagy a Vigyázzunk Egymásra Egyesület, amely pedig ugyanitt a rászorulókat segíti. Vagy a Kálmánházi Nyírségi Segítőkéz Alapítvány, ami szintén nagyon sokat tesz ott Kálmánházán az elesettekért, a helyi közösségért, az iskolásokért, a fiatalokért, Kálmánháza központtal. És még mondhatnánk nagyon sok olyan közösséget, akiket az elmúlt években díjaztunk, az önkéntes díjnak ez már a harmadik éve, hogy kiosszuk a családokért díjat, idén alapítottuk. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezeket a díjakat a Hierótasz Egyesület azért hozta létre, mint vármegyei civil közösségi szolgáltató központ és vármegyei család esély és önkéntes ház, mert nekünk fontosak az itt élők, fontosak az itt szolgálatot teljesítők, és fontos, hogy azokra az emberekre föl ráirányítsuk a figyelmet, akik nap mint nap közöttünk a közösséget szervezik. Engedjék meg, hogy ezeknek a díjazottaknak, akik szintén ezen a héten az adventi rendezvényünkön veszik át a díjat, ezúton is gratuláljak, és minden rajtuk keresztül, minden önkéntes szervezetnek, önkéntes tevékenységet végző embernek, családokat segítő, vagy nagy családban élő, és a családügyét így fölvállaló idősebb, fiatalabb embernek megköszönjem a munkáját, és megköszönjem minden nagy családnak, minden családos embernek. Én magam is egy nagy családban nőttem föl, bár előttem még van távlat, és ilyen szempontból még van feladat, hiszen én még nem vagyok családos állapotú, csak nagy családban nőttem föl. De pontosan tudom, hogy egy nagy családban, egy családban a szülők, illetve a családokat segítők mekkora áldozatot vállalnak, és minden a család ügyét fölkaroló, és a családra, a gyermekre igent mondó embertársunknak hálásan köszönjük azt, amit ezért a közösségért, ezért a nemzetért tesznek. Tökéletes végszó. Köszönöm szépen, és örülök, hogy vendégünk volt. Várjuk Önt jövő évben is. Én is köszönöm a lehetőséget, és én is bízom abban, hogy a Kölcsey Televízióval a jövőben is nagyon sok szép ügyről, nagyon sok közösségi ügyről fogunk tudni közösen beszámolni. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral jövő hét hétfőn jelentkezünk. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!